Metróklubtól a Szigetig. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Gellért András. A magyar beat és pop zenés meséjében ma felbukkan egy távoli rokon, a titokzatos nagynéni, aki állítólag tele van pénzzel és alig várja, hogy némi apróval megsegítse unokaöccseit. A legenda tehát él és élteti a mecénásra váró kölyköket, akik azonban a nullszaldós évek alatt kijózanodnak. A dollármama hallani sem akar a Rivalda fénybe vágyó testvérekről, ezért egyetlen centet sem küld az új világból. De a fiúk mellett szerencsére ott vannak a zeneszerető szülők, ők nem sajnálják a pénzt a hangszerekre. Sőt, maguk kezdik menedzselni a zenekart, amely új színeket kever ki a házi stúdióban. A Kolor együttes története, első rész. Utána számolt már annak, vagy egyáltalán belegondolt abba, hogy vajon hányszor hangzott el az ön szájából az, hogy féltelek? Hú, nagyon sokszor. 10 000-szer? 100 000-szer? Vagy túl van már a millión? Hát ez a 98-as megjelenésű lemezemen van ez a dal. A Féltelek című szám. Au Csilla, énekesnő. Most írunk 2012-13-at. Hát azért... ezt gyakorlatilag minden fellépésen éneklem. Követelik a koncertlátogatók, hogy ezt a számot mindig énekelj el, tehát ez nem maradhat ki a repertoárból? Nem kell neki követelni, mert ez szerves részét képezi a fellépésnek. Ezt egyszerűen mindenhol eléneklem, mert annyira szeretik, és nagyon jók a visszajelzések a megjelenéstől kezdve. A közönség miért szereti ezt a dalt ennyi év távlatából is, hiszen ez a 80-as évek legelején született, a Féltelek című dal? Azért, mert egy olyan egyszerű megfogalmazás, egy olyan érzelemnek, amit mindenki átélt már, hogy irigykedünk, hogy ezt miért nem mi találtuk ki. És nincsenek benne nagy fellengzős elgondolások, meg komplikált zenei megoldások, hanem olyan egyszerű, és mégis olyan nagyon, nagyon zenei az egész. Nagyon sokan jöttek oda, és mondták, hogy az esküvőjükön ez szólt például. Az ön előadásában? Igen, ez a feldolgozás. Hát azért Szolnoki Pétert ne hagyjuk ki, mert ez egy duett, de van olyan változata, amit én egyedül éneklek, és hát ugye amikor elmegyek fellépni, Pétert nem viszem mindig magammal, úgyhogy akkor is egyedül éneklem. A Féltelek című szám a kedvence? Megmondom őszintén, hogy amikor az első lemezt készítettük, és gondolkodtunk azon, hogy milyen dalok szerepeljenek a lemezen, akkor én még nem voltam nagyon képben a magyar zenei múltat illetően, valahogy én úgy nőttem föl, hogy külföldi zenéket hallgattunk otthon, és ezért nem nagyon tudtam, hogy miből lehet válogatni. És amikor megismerkedtem ezekkel a magyar dalokkal, akkor a Féltelek az nem volt ebben a szórásban. És Bétóth Laci, akivel összeállítottuk ezt a végül is 9 számos albumot, ő mondta, hogy ő azt szeretné, hogyha ez a dal rajta lenne. Hát jó van, mondom, hát mutasd meg, hát persze. Megmutatta, hát rögtön, hát nem volt kérdés, mert már az eredeti Kolor Féltelek, hát ez egy klasszis, hát az egy gyönyörű dal, már úgy, ahogy van. Az maradt meg bennem, hogy egy nagyon intelligens, nagyon letisztult, nagyon szép és nagyon hozzáértő zene az övék. A történetükről mit tud? Azt tudom, hogy kimentek Amerikába. Azóta tud róluk valamit, hogy mi lett a Kolor együttes tagjaival? Vagy mi lett a zenekarral? Nem tudok. A zenei pályafutásának ez volt a legsikeresebb pillanata, amikor ezt a dalt kiválasztotta, illetve amikor ezt a dalt elénekli, mármint a Féltelek című számot? Én azt hiszem, hogy ez volt a legsikeresebb. Sokan szerintem azt feltételezik, hogy a Féltelek című számot Au Csilla és Szolnoki Péter írták, nem pedig a Kolor együttes. Lehet, hogy róluk már nem is tudnak, vagy nem is emlékeznek rájuk. Igen, azonosítják velünk. Azért mi sok helyen elmondtuk, nem is titkoljuk, de valóban sokan azt hiszik, hogy ez egy új dal. Nagyon nem szereti, hogyha mások feldolgozzák, eléneklik az egykori kolordalokat. Tényleg nem szereti? Én nem bánom, hogyha valaki megcsinálja. Bokor Gyula zongorista, a Kolor zenekar vezetője. Engem csak egy kicsit az zavar a Féltelekben, minden ember hívó. Az zavar, hogy ma már senki szinte nem is tudja, hogy ez Bokor Gyula írta úgy a számot, hogy kint lakott egy faházban, és akkor a felesége fekszik mellette, mint fiatal házas, most ebből a Féltelekből lett egy sláger. Egyszer voltam egy benzinkútnál, és mondom egy fiatal sásznak, mondom, Lacikám, szereted a zenét? Hogy ja, persze, szeretsz. Ismered ezt a Félteleket? Hát azt az Au Csilla énekli. Hát mondom, azt én írtam. Maga?
Mondom, igen. Hány éve? 23 éve. És elkezd gondolkodni, de hát az Aucsilla volt akkor 23 éves. Szóval az van, hogy én nem bánom. Én örülök neki, hogy az Aucsilla nagyon szépen megoldották, és szerintem még tettek bele egy nagyon érdekes csavart, mert a fiúnak nagyon sármos jó hangja van, és akkor... Szolnoki Péter. Nagyon jó hangja van. Visszaadja azt gyakorlatilag, ami a számban benne van, az a férfi-női kapcsolat, az a féltés, és nagyon szépen föl van véve. Hálás vagyok. A feleségének annak idén hogy tetszett ez a dal? Ő nem mondta igazán, mert ő tudta, hogy én őszintén érzem ezeket a dolgokat. Ő tetszett neki, hogy mondjam, ő egy fizikus, ne felejtsd el. Két lábbal a földön jár? Ő realisztikus ilyen szempontból, nagyon intelligens ember, de neki köszönhetem, hogy mondta, hogy tegyél bele több tubit, a több tubi ad a túlbékolást. És tetszett, azt mondja, hogy szép szám. A mi kapcsolatunk az egymás elfogadásán alap, nem kell. Éppen ez az egész dalban, hogy nincs benne az a szirupos, folyik a nagy érzelem. Ott van az érzelem, de lehet érezni, hogy elfogadás a másiknak, a respektáltság a másnak, és azt az évet tudta, hogy ez így van. Most már, hogy 33 éve vagyunk házasok, most már azt hiszem, hogy látja, hogy a félteknek volt alapja, mert megmaradt ez a kapcsolat, és most már neki is tetszik az, hogy mennyire népszerű lett. Egyszer Tarnai Kis László mondta ezt, hogy Gyuszi, azt mondja, ez olyan, mint a Gyöngyhajú lány. A féltelek, meg a Gyöngyhajú lány, meg van még két-három ilyen szám, meg a Vármi felkap majd a nap, az gyönyörű szám. Ezek ott maradnak az emberek lelkében, és ez jó. A féltelek az úgy készült, hogy éjszaka vettük fel a Rádió 8-as stúdióban a második lemezünket. Bokor Tibor basszusgitáros, a Kolor együttes énekese. És délután ledöltem, hogy alszom egy kicsit, nem legyek annyira fáradt. Fölkeltem, fölvettem a gitáromat, és elkezdtem játszani, és mondom, ez egy jó kis szám, de hát már előtte játszogattam ilyesmi harmóniákat, és aznap este, mikor a felvételek mentek a stúdióban, kimentünk a folyosóra, és a bátyámnak eljátszottam a számot, ilyen lala szinten, vagy minden halandzsa szöveggel, és megállapodtunk, hogy ez egy jó anyag, amit fölvettünk egy kazettára, másnapra visszajött a szöveggel, és fel is énekeltem, tehát ez egy olyan szám volt, amit életben nem próbáltunk soha, a többi számot próbáltunk előtte hetekig, meg akármi, hogy összejöjjön. Ez a szám gyakorlatilag ott lett elénekelve először, megvolt az a varázsa, ami általában eltűnik a legtöbb felvételben, amikor elkezdik túlproducálni a dolgot, hogy akkor tegyünk rá ezt, meg egy kis tudom is én mi. Van egy ilyen feeling, van egy ilyen érzés benne, amit még a hibái ellenére is jobb, mint amikor elkezdem javítgatni, hogy hát ez egy kicsit hamiskás volt, és hiába tökéletesebb a következő verzió, nincs benne az az érzés valahogy már. Ön a Féltelek című dalt énekelte már szerelmének, feleségének, volt feleségének? Ó, mindenkinek, mindig bejött. Mindig bejött. Volt olyan hölgy, akit ezzel tudott levenni a lábáról, hogy elpengette vagy elénekelte a Féltelek című dalt? Hogy is mondjam, hát szerintem a mostani felesége. Állítólag úgy történt, hogy van itt egy amerikai srác barátom, akinek a feleségét valami rajtam keresztül ismerte meg egy magyar lány. És ez a lány együtt jártak középiskolába Magyarországon a mostani feleségemmel, és egy harmadik lányjal feljöttek hozzánk, hogy azt a lány nekem bemutassák, és közben hallgatták a Félteleket állítólag. Fogalmuk se volt, hogy azt kiénekelte. A Félteleket egy generáció egyáltalán nem ismert, hogy azt mi adtuk elő, illetve a Kolor zenéjét. A barátnő elárulta, most ez a sráchoz fogunk felmenni, és itt van a száma, most szól a kocsiban. És mire odaért már... Talán szerelmes is volt, ismeretlenül. Hát nem tudom, hogy történt. Hát teljesen mindegy, hogy hogy éred el a dolgot, a végeredményt. Egyszer csörög a telefon posztomban is. Egy kollégám hívott fel Magyarországról. Bokor Gyula. Azt mondja nekem, ne haragudj, megtudtam a számodat. El kell, hogy mondjam, hogy a fiam most házasodik, és az első táncot az új feleségével erre a Féltelekre fogja táncolni. Tudnál nekem egy szívességet tenni? Hát mondom, mit? Azt mondja, hogy 6 órával vagyunk előttetek, 9-kor fog táncolni, legyen már bent az office-odban 3 órakor, és azt mondja, akkor fölhívlak, és akkor oda megyek hozzá egy mikrofonnal, és akkor majd megmondom, hogy hív valaki téged Bostonból. Bent vannak a nagy teremben, voltak vagy 200-an, nem tudom, és akkor mikor azt mondja, most táncolnak, most kezdték el. És akkor most megyek, és akkor oda ment hozzá, és azt mondja, Bostonból valaki hív.
Szóval tessék, a srác nem tud, bemutatkozom, most mondom neki, hogy hát én Bostonból vagyok, és Bokor Gyula vagyok, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy a feleséged az első táncodat az életedben az én dalomra táncoltad, és hát azt tudjad, hogy én is ezt a feleségemnek írtam, az Évának, amikor összeházasodtunk, és kívánom neked is ugyanolyan jó házasságod legyen, mint nekem, és hogy olyan boldog legyél, és hát óriási, köszönöm szépen, hát ez meglepetés volt, és utána megkérdeztem tőlük, hogy miért szeretik egymást, meg hogy mit tetszik, már olyan jó képű, meg mit tudom, olyan szép, meg egy jó pofa dolog volt. Ettől, hogy mondjam, ez egy olyan álom dolog nekem, itt voltunk az Évával Magyarországon, és éjszaka szilveszterkor jöttünk a taxival, és megszól a rádióban. Fantasztikus élmény. Na, valószínűleg, hogy ezért kérdezik az emberek, hogy és mi van a zenével, és a kolor, és akkor azon a mosolyognak, és hát mert akkor voltak ők is fiatalok. Az ember szívesen emlékszik, amikor boldog volt. Nagyon sok embernek élményt adtunk, vagy részünk voltunk az életünknek, és ez felelősséggel jár. Amikor ezek az emberek 60 évesek lesznek, emlékszel, amikor a Gellért Andrásnak a műsorában megszólalta, nem tudom kicsit. Erre emlékeznek. Tehát ez egy felelősséggel jár. És tudnod kell, hogy te része vagy ennek a kultúrának, egy láncszeme. És mi is az voltunk. És én úgy érzem, hogy nekünk egy kicsit foglalkozni kéne jobban az emlékekkel, hogy az emberek tudjanak emlékezni rá. Egy picit azt is érzik, hogy azokat az embereket, akik tényleg szerették a kolort, szóval ezeket az embereket azzal, hogy önök elmentek, cserben hagyták? Volt egy fiatal srác, a Hatos Péter. A Hatos Péter egy nagyon zseniális szövegíró gyerek volt. Tele ambícióval. Itt egy gyönyörű dalt, és mondtuk neki, hogy csináljad, mert tudtuk, hogy nagyon tehetséges fiú. Például őt sajnálom, hogy elmentünk, mert ő vele tudtuk volna folytatni, vagy segíteni. Direkt azért csináltuk vele egy számot, mert tudtuk, hogy neki kell egy fórum, hogy ő előre menjen, mert nagyon, nagyon jó dolgokat írt. Igazad van, szóval, hogy mondjam, akik szerettek bennünket, cserbe hagytuk őket. Valahogy én úgy érzem, és valahogy a mi álmunkat is cserbáltuk egy időt, de nem baj, a visszatérés az mindig lehetséges. Én nem tudtam, hogy a YouTube-on bennünket rátesznek a fiatalok. És ezelőtt körülbelül 3-4 évvel ezért valaki mondja, és akkor megnézem. És az, ami igazán jól esik, azok a kommentál, amiket írnak a gyerekek és fiatalok, az én korosztályomnak a gyerekei, az tényleg nagyon jól esik. Éneket írnak, azt mondja, ez egy isász. Nem csoda, hogy elmentek, azt mondja, kicsi volt nekik ez az ország, azt mondja, hát mi ilyen zene ez? Itthon most ez a ugye, király, mint kint a Cool, azt hiszem, itt a király. Szóval olyan jól esik ezt hallgatni. Hiába hívtalak, elrepülszél még, nem láttalak, nem voltál velem, még nem. Fekete-fehér fénykép hol készült és mikor? Föl kell, hogy vegyem a szemüvegem. Felismeri saját magát? Abszolút. Egészen aprócska gyerek ott a dob mögött. Ez annak a háznak az udvara, ahol mi fölnőttünk. És ez hol van? És itt jártunk általános iskolába, majd később középiskolába a nagymamámnál. Bokor Attila. Ez Debrecen melletti község, 10 kilométeres, Árádnak hívják. Édesapám ott volt iskolaigazgató, a mamám meg tanítónő. Volt egy óriási nagy zeneszeretet otthon, amit mi állandóan kaptunk a szülőktől, és hát tanítottak bennünket hangszerre. Mindannyian zongoráztunk, és megjelent a 7-húros gitár is a palettán, ami annak idején azért része volt a gitáriskolának. 7-húros Jolána vagy 6-húros basszusgitár? Melyik volt a nagyobb szerelem? Ez nem Jolána volt a 7-húros, az egy orosz gitár volt. Az volt az első hangszerem. Én úgy tudtam, hogy Jolána volt az első. Jolána volt az első basszusgitárom. Bokor Tibor.
A Jolána volt a nagyszerelme, az egy komoly, az egy elektromos gitár volt. Ez egy nagy lépés volt abban az időben. A basszus gitár az volt akkor nekem kiosztva, mint hangszer a zenekarba, mert úgy kezdődött a zenekar, hogy a bátyám, aki 4 évvel idősebb, egyszer megjelent egy srácsa. Itt van ez a gyerek, és neki elektromos gitárja van. Hát kevesen ki voltunk állóba, bedugtuk a rádióba, és szólt a gitár a rádióba. Hát kiakadtunk. Olyan fantasztikus élmény volt? Nagyon jó volt. Mivel a bátyám akkor már zongorázott, a saját gitározott, tehát akkor kellett még 2 tag, úgyhogy eldöntöttük, hogy az öcsém lesz a dobos, én meg a basszusgitáros, mivel én már pengezgettem akkor ugye a 7 úros kis gitáromon. És amikor így belecsapott a basszusgitárba, akkor ugye elkezdett bizseregni valami? Hát persze, egy basszusgitár egyszer volt ugye elkezdeni az első lépéseket, én voltam akkor 10 éves, 11. A szülők akarták, hogy egy ilyen fotó elkészüljön a 3 bokor testvérről. Kint vannak az udvaron, a háttérben a ház, egy fa, és hát ott van a 3 tagú zenekar. Ennek a képnek van egy nagyon furcsa poénja, hogy most mi beszélünk róla. Bokor Attila. Az én nagypapám az Amerikában élt 15 évig, az első világháború előtt ment el, és rengeteg családi rokonság van még jelenleg is, és akkor is volt Amerikában, és mi készítettünk egy ilyen fotót, hogy kiküldjük Amerikába, és kérjük hangszert a rokonoktól. És ezeket a hangszereket honnan szerezték? Nem tudom, 1967-ben? Hát ez körülbelül akkor van, igen, 67-ben. Mondjuk az első fotón egy utcaseprő van a Tibornak a kezébe. Seprő? Igen. Én azt hittem, hogy gitár. Ez egy seprő. Az én kezemben meg egy rendes seprő, és akkor a Gyula ült a doboknál. Másik képen már azért a gitárok vannak a nyakunkon, és itt már a funkciók is el vannak. Azt mondom, a Tibi kezében van a basszusgitár, ami végül is az ő hangszere lett. Én ültem itt a doboknál. 10 évesen, ugye? 10 évesen. Hát ez hozzátartozik, hogy az egész kolor így kezdődött, hogy a mamám épp az aktuális igazgatója volt a művelődési háznak, és hazajött az egyik este, vasárnap, hogy játszott most itt egy zenekar, és fizettem neki 2500 forintot, ami az én havi fizetésem, és ezt ti is tudnátok csinálni. Tehát így indult a zenekar alakítás. A mama világosan megmondta, hogy sokkal jobban járna ő is, az iskola is, a művelődési ház is, hogyha a 3 bokor testvér alakítana egy zenekart, és akkor nem kellene senkit sem hívni, 3-an játszanának, mindenki jól érezné magát, és a pénz is a családnál landolna. Pontosan így történt. Ezért kezdtek el komolyan zenélni? Mindenki, aki abban az időszakban hallgatta a zenéket, meg érdekelte a dolog, de úgy maga, hogy zenekart alakítsunk, ez nem fogalmazódott meg annyira. Azt hiszem, ott a pozíciók is lettek osztva azon az este. Egy este alatt minden eldőlt, jött a mama, bedobta az ötletet, és ennek rögtön azt mondták, hogy igazad van, és alakítunk egy zenekart. Ez így történt. Ezek után mentek ki másnap elkészíteni a fotót, hogy aztán ennek segítségével szerezzenek komoly hangszereket az amerikai rokonoktól? Ez a fotó azért már egy későbbi fázis, egy olyan fél évre rá. A Gyulának volt egy osztálytársa a zenegimibe, ő volt az úgynevezett beates, minden ilyen komoly zenei gimibe volt egy beatesek, és akkor ez a fiú úgy hívták, hogy Veres Feri, eljárt hozzánk, mindig kijött minden hétvégén, és közösen elkezdtünk próbálni. És ezek a hangszerek akkor ezek szerint tőle vannak? Fokozatosan vettük meg, tehát a család befektetett, vettünk egyik hangszert, másik hangszert, harmadik hangszert, ezek nagyon komoly lemondások voltak a család részéről. Szerintem igazándiból a zenei tehetséget az édesapánktól örököltük. Bokor Tibor. Soha nem zárta le életében ezt a zene iránti vonzalmat. Kórust vezetett, amellett, hogy matematika, fizika tanár, meg iskolai igazgató volt. Bennünket is úgy nem oktatott, de irányította a zenei érzésünket. Mamám is vele gyakoroltuk a zongora leckéket, és igazándiból vele beszéltük meg ott a konyhában, otthon, hogy na akkor mi a következő lépés az, hogy zenélhessünk, mint zenekar. Ő volt, aki a faterrel elhitette, hogy na, akkor most nekünk részletre meg kell venni egy Capri orgonát, vagy egy nem tudom, új dobfelszerelést. És akkor inkább lemondtak a, nem tudom, a könyvekről, az újságokról, vagy netán az autóról, bár abban az időben az autó igazán luxusnak számított. Hát, miről mondtak számított. Le? De nekünk meg szükség lett, és vált, hogy elkezdtünk zenélni, mert egy idő után szükség volt arra, hogy mi tudjunk utazni. Lehet minden szép lassan, persze, úgyhogy a végén a haknékból fizettük a részleteket, aztán vettünk egy ilyen utánfutó kocsit, amit valaki akkor még nem lehetett kapni, valaki gyártott. Ezek szerint a mama nem a levegőbe beszélt, tehát hajlandó volt pénzt is áldozni erre. Olyannyira, hogy később már ő szervezte a különböző községekben ilyen divat bemutatókra, meg a többi pedagógusra szervezte a fellépéseket. Bokor Attila. Soha nem felejtem, vittük a hangszereket ilyen ládákba, és vonatra ültünk fel, aztán ott kellett kérni pacsit.
sírt a rádiót, amiben be tudtuk dugni a gitárt. Tehát egy le volt összeszervezve rendesen, és akkor járdogáltunk különböző helyekre, és játszogattunk. A mama volt az első menedzserük? Ő volt az első menedzser. És milyen menedzser volt? Jól csinálta? Szerintem nagyon jó. Tudott bennünket ennyire motiválni. Mondjuk nem kellett sokat noszogatni bennünket, mert tulajdonképpen nagyon szerettük azt, amit csináltunk, meg ilyen pici korban az ember megütötte, furcsa ilyet mondani, de megütötte az úgynevezett színpadi láz, meg a színpadnak a varázsa, és az nagyon nagy dolog. A három bokor testvér közül állítólag ön volt az igazán fanatikus, aki leginkább vágyott arra, hogy rockzenész legyen, vagy rockstar legyen. Ez igaz? Ez így van. Bokor Tibor. Bennem volt a legnagyobb hajtás, hogy zenéljek. Miután a zene az életembe belépett, szinte minden más megszűnt. Sportoltam, csináltam ezt, azt, amazt, de igazándiból hát fociztam, teniszeztem, pingpong, ilyesmit, de igazándiból engem csak a zene, nekem a dallamok jártak az eszembe az iskolai órákon, és teljesen átvette az életemet. Ilyen álmodozó gyerek volt az iskolában? Aha. Tehát időnként kimaradtak hosszú percek mondjuk a történelem órán, vagy a matek órán, és amikor szóltak, hogy Tibi, mire gondolsz, akkor bevallotta, hogy most épp egy dallamot komponált fejben? Azért igyekeztem, hogy ne kapjanak el, de a komponálás az ment. Érdekes módon az iskola, például amikor egyetemre jártam is, amikor a legnagyobb nyomás volt az iskolában, hogy vizsgára kellett készülni, akkor születtek ugye a nóták a fejemben legjobban. Volt otthon egy kis hordozható kis harmónium, vagy valamilyen zongora, és akkor azokon, vagy gitár, és állandóan szüneteket tartottam a tanulás közben, és akkor készültek a számok. Én nem rockstar akartam lenni, hanem a zene egy olyan szintre vitt el, amikor megpengettem a gitárnak a húrjait, vagy a zongorán egy melódiát összehoztam. Ettől boldog? Pontosan egy olyan érzés, ami majdnem egy eufóriába mehetett át, néha tűned, ilyen óriási, zseniális érzés, amit én nem tudom, hogy mivel lehet pótolni. Zene nélkül ez a világ, ez borzasztó unalmas lenne. Óriási dolog, hogy fönnállsz a színpadon. Bokor Attila. Csinálsz valamit, és ezt mindenféle kérdőjel nélkül elfogadják, és szeretnek érte. És amikor ön 10 évesen a két idősebb testvérével együtt kiment a színpadra, akkor nem volt önben izgalom? Hát azért mégis csak egy kisgyerek volt, ott ült a dobok mögött. Nem mertem átmenni, emlékszem rá, nem mertem átmenni a művelődési házba, annyira ideges voltam. Akkor hogy került oda, ha nem mert bemenni? Lassan, azért csak rá beszéltek, hogy gyere, és amikor már az ember egy-két alkalommal, meg pár alkalommal már úgy megszokta a helyzetet, magát a helyzetet, hogy ez történik, és semmi baj nem lesz ebből. 10 évesen kitől tanult meg dobolni? Magamtól. Hallgattuk, hát akkor arról szólt utána már az életünk, hogy mint a későbbi kolor korszakban, és reggel bekapcsoltuk a magnót, és este kikapcsoltuk. Ez a kolor időszakban hajnal 3-kor óta kikapcs, és reggel 9-kor a bekapcs. Tehát állandóan zene szólt. Tanulni nem is tanultak akkor? Tehát a mama ezt is elnézte? Nem, hát ez tanulás mellett ment minden. Tehát mindannyian azért középiskolába jártunk, jól tanultunk, hát a Gyuláékra felvették az orvos egyetemre. Szeretett dobolni? Tehát rögtön megszerette? Vagy úgy irigykedett a testvéreire, hogy hát azért sokkal jobb lenne basszusgitározni, netán zongorázni. 9-10 évesen az ember csinálja azt, amit a szülei mondják, hogy csinálja meg a testvére, és elkezdtük ezt így csinálni. Nekem soha nem. Később már volt egy ilyen, hogy amikor már hangszerelésről szólt az élet, a kolorba, meg a harmóniák, meg egy zenei világ kialakítása, akkor már sokkal jobban örültem volna, hogyha nem dobolni kellett volna, hanem más hangszeren játszani, de akkor én nagyon ezt elfogadtam, és nagyon jól éreztem magam mögötte. Jó lenne azt tudni, hogyan majd tovább. Merre kell majd azután menni, hol vár jó barát. Régi terveim, ábrányaim visszatérnek most, hogy ráébresztenek. Hajdan én voltam az, ki azt gondoltam már mindent tudott. Két karommal átölelem majd az egész világot. Nem gondoltam akkor én még azt, hogy lesz sok oktató, s ez mindig várható. Végre értem már, hogy itt egyikünk sem hibás, csak utólag mindenki okos. Hát utólag minden olyan más.
visszatérve erre a bizonyos fényképre, amelyet azért készítettek, hogy ezzel vásárlásra késztessék az Amerikában élő rokonokat, szóval volt ennek a képnek hatása? Az amerikai nagybácsik, nagynénik azonnyomban vették a hangszereket és küldték Debrecenbe a bokor gyerekeknek? Természetesen semmi hatása nem volt, semmi reakció nem volt rá. Bokor Attila. Úgy gondoltuk, hogy ez az amerikai nagybácsi című fejezet, és akkor most akkor megoldódik a hangszer problémánk. Álom volt a dollárpapáról. Ez így van. Pár évvel később ez az úgynevezett nagynéni el is látogatott Európába, és Magyarországot is pár napra állomásként érintette, és akkor meglátogatott bennünket, de egy napig volt csak. Ez egy ilyen eufórikus találkozás volt, de egyébként a hangszerről nem esett szó. Tudomásul vettük, hogy ez adja. Ez csak álom maradt. Próbáltuk a harmonikusabb, muzikálisabb dolgokat kiválasztani. Bokor Attila, a kolordobosa. Játszottunk mi a Delilah-tól kezdve. Tom Jones számot? Igen, akkor a Rolling Stones számokat. Minden, ami ugye eljutott a listára, és akkor indult a hál' Istennek Magyarországon a magyar nyelvű beatzene, Illéssel, Omegával, és Omega számot is játszottunk, még Zaladna is Sarolta számot is játszott. Valamelyik fesztivál számot játszottuk, a Tibi énekelt ilyen magas hangon, mert akkor még a mutálás elején volt. Aztán játszottunk Aphrodite's Child, emlékszem rá. Demis Roussos számokat például? Demis Roussos számokat, és életem első száma volt, amit énekelnem kellett, ez a Rain and Tears című szám, és mivel ott voltam 10-11 éves, olyan magas hangon volt, és hatalmas siker lett. Tehát akkor az volt a másik, amikor az előbb meséltem, hogy alig mertem elmenni a fellépésre, mert annyira izgultam gyerekként, olyan pici gyerekként, de amikor a Demis Roussos számot bemutattuk, akkor meg végképp teljes lámpaláz volt, hogy most mi lesz. Testvére Gyula pedig úgy érezte magát, hogy ő Vangelis, mert ugye az Aphrodite's Child-nak az egyik tagja, Demis Roussos volt, illetve Vangelis. Orsos Magnóról fonetikusan leírt szövegekkel, tehát... Ez a klasszikus magyar rock történet. Nagyon sokan kezdték így. Kezdetben inkább ilyen délutáni, teja délutánokon játszottunk ott, meg más községekben, és azért az egy későbbi korszak volt, olyan 2 év múlva volt az a korszak, amikor már a Veres Feri, aki a Gyulának ott osztálytársa zenekében nem játszott velünk, csak hárman voltunk, és mindig bokor zenekarnak hívtak bennünket. És akkor már hárman mi játszottunk rendesen bálokat. Tehát az én gyerekkorom tulajdonképpen arról szólt, 12 éves koromtól, hogy bálokba játszottuk szombaton, vasárnap meg a Sárendi Műfházba délután volt a 5-től 10-ig, és erről szólt az életünk, hogy zenélünk reggeltől estig, és húrok, gitárpengetők, pick-up, és hogy mi az az új erősítő, 2 30-as regent és egy 60-as volt az ének, hát ez volt a csuda. Tehát ez akkor már úgy éreztük, hogy megérkeztünk. Sztárok voltak Debrecenben? Vagy Debrecen környékén, az ottani kisközségekben, falvakban? Tehát amikor kiírták mondjuk a plakátokra, hogy Bokor testvérek, fellépés délután 5-kor, akkor önök úgy érkeztek meg, mint a sztárok? Jöttek autogramot kérni a 12 éves Bokor Attilától? Az autogramra nem emlékszem annyira, hogy lett volna, de el kell, hogy mondjam, hogy bárhol játszottunk, mindenhol teltház volt, és mindig szerettek bennünket hívni, mert tudták, hogy teltház lesz. Tehát a közönség nagyon-nagyon szeretett bennünket. Amellett, hogy mi suliba jártunk, és a kötelező dolgokat azt hiszem, hogy nagyon jó eredménnyel mindannyian megcsináltuk, amellett ezt töltöttük az egész életünket. Repül a vágyam a szélben, repül a vágyam az ében, úgy is tudod jól, hogy hozzád repül. Repül a vágyam egy éve, nem talál megértésre, de az idő meg nem áll, hiába akarod. Nán haragszol, én nem a rád gondolok. Komor lesz arcod, ha rád mosolygok. Pedig nemrég minden más volt más. Minden nap egy újabb csodás. Hallgass,
Color együttes történetét folytatjuk. A magyar beat és pop zenés meséje azonban mára véget ért. Farkas Szilvia nevében is köszönöm a figyelmet, Gellért András műsorát hallották.